Hetedik. Amikor az utolsó eredménytelen reggel is ránk köszöntött, legalábbis ha a hírmondó tényleg igazat szólt, teljes kétségbeesés lett urrá rajtam. Nem akartam William előtt kimutatni, megígértem neki, hogy erős leszek, bármi történjen is. De nem is óhajtottam tovább tétlenül ülni. Elhatároztam, hogy más úton fogom Leonárdot megtalálni. Létezik egy könyv, amelyet a Vatikánban őriznek de a szomszédvárosban is van egy másolat belőle. Ezt még Magdalénától tudom. Elhagyottak igényi a címe, és meglepően részletes információkkal szolgál a régi idők vámpírjairól. Magdaléna elárulta a könyv helyét, és elmondta, hogy ha tényleg mindent tudni szeretnék a vámpírokról, olvassam el. Viszont a lelkemre kötötte, hogy senkinek ne beszéljek róla, még Williamnek se, akkor nem akartam tudni erről a könyvről, de most úgy éreztem, adhatok neki egy esélyt. Más már úgy sem maradt. Amíg William bevásárolt, beültem a kocsiba, és teljes gázzal száguldottam át a szomszédos városba. A könyvtár alaksorában bokkantam rá a könyvre, ahová csak úgy ledobálják a régi, nem keresett szövegeket. Igék arra az esetre, ha el akarsz bújni egy elhagyott vámpír elől. Olvastam a könyv tartalmában. Igék arra az esetre, ha attól tartasz, hogy megtámad egy elhagyott vámpír. Igék arra az esetre, ha... Ez sem az, ez sem. Végül megtaláltam. Igék arra az esetre, ha meg akarsz találni egy elhagyatott vámpírt. Ez az. Fellapoztam a megadott oldalszámot, de nagyot kellett csalódnom. Maguk az igék ugyanis olyan nyelven írottak, amit én nem ismertem. Csupa kliksz az egész motyogtam bosszúsan. Muszáj lesz segítséget kérnem. Előkaptam a telefonom, és több képet is csináltam az oldalról, mivel a lenti könyveket már nem adják ki senkinek. Szélsebesen rohantam haza Williamhez, aki egyáltalán nem volt elragadtatva a szó nélküli lelépésemtől. De mielőtt bármit is mondhatott volna, a szájára tettem az ujjam, és a szeme elé tartottam a telefonom. Ezt látnod kell, Megnézte, aztán elfehéredve pillantott rám. Honnan tudtál erről a könyvről? Magdalénától. Egyszer megemlítette, még a kastélyban. Miért? William idegesen végig simított fényes, barna haján. Ez nem lehet igaz. Mi a baj? kérdezte aggódva. William szeme villámokat szórt. Magdaléna, ő a baj. Ezt a könyvet rég meg kellett volna semmisítenie. Mi? Beszélj érthetőbben, kérlek. Megvártam, míg összeszedi a gondolatait. Kezdtem már sejteni, Magdaléna miért kötötte annó a lelkemre, hogy tartsam titokban ezt. Magdaléna dolga volt megsemmisíteni az ókori harcok után, magyarázta, és ő azt állította, meg is tette, de úgy tűnik hazudott. Miért kellett megsemmisítenie? Ez a könyv veszélyes ránk nézve, minden benne van, amivel egy vámpírt irányítani lehet, és amit egy vámpírról csak tudni érdemes. A tudás pedig hatalom. Nem lett volna szabad, hogy emberkézbe kerüljön, és most mégis ott van. Vár, hiszen ez csak másolat, csitítottam. Mi van, ha az eredeti tényleg megsemmisítette? Ezt pedig a tudta nélkül lemásolta valaki még előtte, bár azt is mondta, hogy az eredetiét a Vatikán őrzi. Uh, a tenyerembe temettem az arcom, William dühöngött. Magdaléna átvert bennünket, elárult minket és Leonardot is. Ez azt jelentheti, hogy. hogy nagyon is tudja, hol van, csak nem árulja el.